nekem azt jelenti, hogy ez az utolsó kitüntetés, mert egy kegyetlen kitüntetés, ez memento mori, emlékezz a halálra, ez a jutott eszembe. Én egy rendhagyó építész vagyok, mert valójában maszek építésznek indultam, és végső soron a hagyománytól eltérően, a hazai hagyománytól eltérően én kivitelező is vagyok. Feleségemmel csináltuk a maszekházakat, ezek közül voltak ugye, hát ismertek a budai teraszházak, és mondjuk vasbetonházak, a Mátyáshegyi nyaraló, az közismert. Ezek voltak tulajdonképpen a maszekházak, és hát végül is ide kell felsorolni a rendszerváltás után, ami egy fő mű, a Orci Városközpont, ahol van egy galéria is, amelyik hát tulajdonképpen a képzőművészettel és az építészettel is egyenlő rangsorba foglalkozik. Az építészet egy és oszthatatlan. Tehát nem lehet külön választani a tervezést, a kivitelezést, a finanszírozást. Ez egy és oszthatatlan műnek kell lenni.